Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Barát Tibor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője a vonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, szervusztok! Na, hát egy ilyen kis, tényleg kis ilyen autóipari körkép, mert hát nyilván az teljes összes szegletét nem tudjuk bejárni, de egy-két izgalmas információd van a területről. Így van. Hát úgyis majd ugye ez a hétvége már az autókról fog szólni, itt a, főleg a Genfi autószalon miatt, ami nem sokára ugye 7-én nyílik, és a 17-éig tart. Úgyhogy ezért gondoltam én is, hogy egy kicsit így körülkukkantunk az autópiacon, meg hát sajnos voltak ugye események is, például a Tesla kapcsán, ahol a National Transportation Safety Board, ugye ez az a szerv, aki ezek nagyobb baleseteket vizsgálja, akár repülőgép szerencsétlenségek, akár ilyen relevánsabb bármilyen közlekedési baleseteket, és akkor hát most megint a Teslának, ráadásul most a Tesla legújabb modelljénél, ugye a Model 3-nál volt újra egy halálos baleset, ami Delray Beach-en, egy Floridában, ami egyébként nem volt messze a 2016-os baleset helyszínétől, ahol megint kísértetésen hasonló a helyzet, mint ami akkor volt, tehát hogy egy teherautó utánfutója alá futott be a jármű, és hát annyit tudunk róla, hogy ugye ilyen helikopteres felvételek alapján, hogy egy piros Tesla volt, és hát bejelentette ez a cég, amit az előbb ugye a nevét említettem, hogy egy Twitter üzenetben, hogy egy háromfős szakértői csapat fogja ezt a balesetet ugye kivizsgálni, ahol sajnos a vezető szintén ugye a korábbiakhoz hasonlóan ugye halálos sérüléseket szenvedett. Ugye annó a 2016-os eseményeknél ugye be volt kapcsolva az autopilot, és ugye a fehér színű volt az utánfutó, és ugye ezt a Tesla szerint ugye ezt érzékelte rosszul a kamerarendszer, tehát nem tudta megkülönböztetni a háttérben lévő ég, világos színű éghez képest. Beleolvadt, hát most nem tudjuk, hogy be volt-e kapcsolva az autopilot, minden esetre azért azóta Tesla fejlesztett ezen. Ugye ezt hangsúlyozták mindig, hogy ez nem arra alkalmas, hogy önállóan vezesse az autót, ez csak egy ilyen segítségnyújtás a vezetők számára, és ezért például most ugye Tesla azt ugye szigorította a szabályokat akkortól kezdve, hogy például, hogy ha túl hosszabb ideig valakinek nincs a keze a kormányon, akkor jelzi, tehát hogy ezzel is ugye felhívja a figyelmet, hogy ez ugye nem a sofőr helyett dolgozik. Hát, hogy mi lesz majd nem is akár, hogy amerikai ismerősei mesélték, hogy komoly hisztériát csap az asszisztens, többször figyelmeztet, és idővel le is húzódik, hogyha nem reagál a vezető, tehát nagyon keményen odalépünk. Igen. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy itt ennek a vizsgálatnak ugye mi lesz az eredménye, minden esetre az árfolyamra nyilván ugye jótékonyan ugye nem hat. Hát ugyanígy mondjuk, hát nem ilyen típusú, de szintén nem pozitív hír, ugye a Porsche táján is volt, ahol a hétvégén a Bildam Zontákban jelent meg, hogy hát 2009-től 2017-ig hát kevesebb adót fizetett, mint amit kellett volna, mégpedig ugye a dolgozók után járó SZIA-ban számolták el magukat, ahogy a cég fogalmazott egyébként, hogy hát ez egy ilyen technikai probléma volt. Beragadt a számológépen az egyik billentyű. Igen, ilyen alacsonyabb értékre. Hát ki nem számolta már el az adóját? Emberek, tegyük a szívünkre a kezünket. Úgyhogy aztán természetesen ugye teljesen ugye hajlandóak ugye együttműködni a stuttgarti adóhatósággal. Egyébként maga a vizsgálat az 2017 júniusában kezdődött ugye a Porsche-nál, és hát a 16-17-es évet azt már át is vizsgálták, és hát itt ugye be is fizette az, amennyi hátraléka volt, de a további potenciális adófizetésekre is már, meg a pótdíjakra is félre rakott egy összeget a cég. Aztán vizsgálják ezt még tovább egyébként, mert azt mondja a Bildam Zonták, hogy most az adóhatóság a céges rendezvényeket kezdte el vizsgálgatni itt a Porsche-nál, hogy ez mennyire, tehát a cégnek most bizonyítani kell majd, hogy ezek valóban üzleti rendezvények voltak, és hát ilyen értelemben, hogy az adó alapot ugye lehetett vele csökkenteni. Hát tehát úgy látszik, hogy azért van
van nehézség a Porsche-nek, legalábbis ami az adókiszámítást ugye eddig illette, de hát reméljük, hogy innentől kezdve majd akkor ezt pontosabban tudja megtenni. Igen, menni fog. És hát ugye összességében az autóiparra kapcsolatban volt egy cikk itt a hétvégére Der Aktionärbe, aki azt mondja, hogy úgy néz ki, hogy a német autógyártók feje fölött ugye gyűlnek a felhők. Ugye korábban a Volkswagen chef Herbert Diess mondta azt, hogy egy kritikus évet évelé nézünk, aztán Dieter Zetsche ugye a Daimlertől mondta azt mind a vevőknek, mind a befektetőknek, hogy kemény időket élünk, és a legújabb amerikai adatok is ugye ezt a, úgy néz ki, hogy ez a szkepszikusság ez nem megalapozatlan. Hát ugye a gyártási célokat ugye csökkentették, vagy hát ugye ami még rosszabb, vannak ugye autóipari szakértők, akik azt mondják, hogy most itt a Genfi autószalonon szerintem ilyen sorozatba fognak jönni a profit warningok az idei évre az autóipari cégektől, tehát hogy csökkentik a kilátásaikat. Hát ezt jó egy héten belül meglátjuk, hogy valóban így van-e. Minden esetre ugye az árfolyamok az elmúlt időszakban azért elég rendesen felpattantak, hát mondjuk főleg mondjuk egy Daimleré, hogy nem tudom, december végén volt 44, most 53, mondjuk akkor egy BMW is azért ilyen 68-69-ről 75, Volkswagen is ugye volt 140 alatt, aztán most ilyen 155, tehát 10-20 százalékok röpködnek itt fölfele. Hát amennyiben valóban lesznek ugye negatív a hírek, akkor azt gondolom, hogy itt azért majd lesz korrekció ezekhez az elmúlt időszakban látott emelkedésekhez képest. Milányos. Ámen, nagyon tartalmas volt, köszönjük, jó kereskedést! Köszönöm szépen, öreg! Szia! Barát Tiborral, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével tartottunk nemzetközi részvénymustrát. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.